Piros és fehér szallaggal elkerített megrongált játékok az Alkotmány és a Veselényi utcák találkozásánál lévő játszótéren. Augusztus végén rögzítettük ezeket a felvételeket. Akkor derült ki, hogy itt még idén egy mozgáskorlátozott gyerekek által is használható parkot alakítanak ki. A hibás eszközöket azóta már elszállították, a tervek szerint október 19-én pedig el is kezdik az újak telepítését. Ez arra alkalmas játszótér lesz, hogy befogadó játszótér, ami azt jelenti, hogy sérült gyerekek együtt játszhatnak az egészséges gyerekekkel, ezáltal a játszótér különleges lesz, ami még különleges a játszótérbe, hogy a burkolata az gumiörleményes, tehát ezt mondjuk eső után téridőben viszonylag gyorsan lehet használni a egyébként füves játszótereket, ami sáros lesz. Ezen a videón jól látszik, hogy az úgynevezett befogadó játszótér akár kerekesszékkel is kényelmesen használható. A beruházás legnagyobb része egyébként egy forintjában sem kerül Szekszárdnak. A játékokat ugyanis egy felajánlásnak köszönhetően kapja a Tolnai megyeszékhely. Egyetlen egy dolgot tettünk meg, ami a városi költségvetésből van, egy vízcsatlakozást, itt lesz egy ivókút is, és a játszótéren nyitva tartása lesz, tehát nem lesz éjszaka nyitva. Úgyhogy erre a játszótérre, ha valaki éjszaka bemegy, akkor az rongálásnak számít, és lehet hívni a rendőröket. A nem mindennapi játszótér kialakítása tehát hamarosan elkezdődik, a kicsik pedig a tervek szerint még idén igénybe vehetik azt.